A Nyíregyházi Kórház új citromsárga színű tömbében folytatja a gyógyító munkát az egyes belgyógyászat összes szakrendelése, az általános szakrendelés kivételével az továbbra is a régi helyén az STK épületében marad. Annak örülünk, hogy egy helyre kerültek ezek a szakrendelések, de azért egy kicsi zsúfoltsággal is jár ez. Annál is inkább a betegeknek még szokatlan az, hogy előjegyzés alapján érkezdenek, tehát mindenki már a reggeli órákban itt van, akinek 11 óra, 12-re van előjegyzése az is. Szokatlan még részben nekünk is, részben a betegeknek is a korszerű rendszer. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen dolgok, amik jó dolgok, és ezeket könnyű lesz megszokni. Az új tömbben rengetegen várakoznak nap mint nap. A betegek már megújult környezetben modern behívórendszer segítségével tájékozódnak, hogy pontosan hova kell menniük, hol várják őket vizsgálatra. A tapasztalatok szerint egyre több a beteg a gastroenterológiai szakrendelésen és a fekvő beteg részlegen is, ám a korszerű gyógyító eszközöknek köszönhetően hatékonyabb az ellátás. A gasztroenterológiában, elsősorban a gasztroenterológián belül az endoszkópia, tehát az emésztőszerű tükrözéses vizsgálatok, illetve a mágyuladásoknak a kezelés a máj gondozóban, tehát a hepatológián belül nagyon gyors és nagy fejlődés sem ment át, és hát ennek tudható az be, hogy most már a hepatitis C betegek gyakorlatilag nagyon eh, eh, relatíve könnyen gyógyítható tablettás kezelés formájában. Az új épületben öt részlegen több mint 110 ágyon tudják fogadni a fekvő betegeket, akik akár akadálymentesített kortermekben is gyógyulhatnak. Költözött az infektológia is, amely ugyanúgy, mint a belgyógyászat, már a citromsárga színű tömbben érhető el.